És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ennek az igének a fényében szeretném megkérdezni tőled, hogy mit is jelentett gyermekként, kamaszként, hogyan alakította, erősítette, bíztatta, buzdította az Úrral való kapcsolatodat, ez a missziói parancs, amit Jézus fogalmazott meg, és hogy éled meg a mindennapokban ennek a küldetésnek az ajándékát és a lehetőségét. Hát egy kicsit visszatekintve, nagyon röviden arra, hogy mit jelentett neked gyerekként, vagy talán középiskolásként ez a küldetés, Jézusnak ez a küldetése. Egy kis érdekesen fogom kezdeni, mert gyerekként, serdülőként, sőt még középiskolásként is nem sokat jelentett. Erdélyben egy nagyon érdekes élet volt abban az időben, amikor én gyerek voltam, serdülő voltam és gimnazista voltam. Nagyon-nagyon meghatározta a létünket egy kettősség. Egyik felől annál inkább, mivel édesanyám pedagógus volt, el voltunk tiltva a templomtól. Ennek ellenére azért eljárogattunk vallásórára. Ugyanis Erdélyben az egyházhoz való tartozás, az nem csak az Istenhez való tartozást jelentette, hanem az egyház és a templom volt az utolsó mencsvára a magyarságnak. Nem csak éreztük, hanem megéltük azt, hogyha az egyház is elvesz és a templomot is bezárják, akkor nekünk végünk. Mikor a kezemben volt az első diplomám, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy nekem valami más rendeltetett, én valamit más akarnék. És akkor sem volt Isten a fő, hanem sokkal inkább a magyarsághoz tartozás. Úgy éreztem, hogy akkor tudok az erdélyi magyarságnak valamit is adni, ha az ő szolgálatukba állok. És máshol, hol állnék a szolgálatukban, mint hogyha elvégzek egy teológiát. Milyen szolgálati helyek és a szolgálati helyek, azok bizony nagyon-nagyon távol vannak egymástól, azokat tényleg csak érinteni lehet, de mindeniket érdemes érinteni, hiszen valamit kaptál, és valamit visszahoztál ezekből a tapasztalásokból. Hát két kis gyülekezetben szolgáltam, meg kell jegyeznem, hogy rövid ideig szolgáltam Erdélyben. Nyárecsejének hívták és Szolokmának ezt a két helyet, mind a kettő a Kiskükülő mellett van. Egyfelől nagyon lehetett érezni, hogy ezek az emberek még fokozottabban ragaszkodnak az egyházhoz, mint egyéb iránt Erdélyben. Ebben a két kis közösségben úgymond semmi más felemelő nem volt, mint a templom és az egyház. És hova vezetett az utat, illetve az Úristen? Hát egy évet itt éltem Magyarországon, és azután tudtam tovább menni a volt feleségemmel együtt. Meg kell jegyezni, hogy a gyerekeket túszként otthon kellett hagyni. Erről tudnék legalább 2 órát beszélni, csak erről most nincs lehetőség. És azután Svédországba kerültem. És milyennek láttad a lelki életet? Nem ismerték ők azt, hogy elmennek vallásórát tartani az iskolába. Ott minden a templom köré csoportosult. Hogy mondtam, a gyülekezeti terem volt, de ugyanakkor volt konfirmándus terem, volt hittanórás terem, ott minden oda csoportosult. És erről azért 2-3 mondatot kell mondjak, hogy voltak a csodálatos konfirmándus táborok. Ami azt jelentette, hogy szálláshely, tornaterem, étkezde, legalább 20 hektár erdő, csodálatos kis utak, és 2-3 kis kápolna. És akkor együtt a konfirmándus jelöltekkel elindultunk, néhány lelkész és néhány konfirmándus oktató, és akkor megálltunk, ahol tüzek is lobogtak, egy-egy rövid igét elolvastunk, mentünk tovább. Miben látod a lehetőséget a
gyülekezeti lehetőséget és a nem gyülekezeti lehetőséget a misszióra. Vannak élettörténetek, amikről én tudok, de olyan jó ezeket meghallani újra. Én úgy érzem, hogy most a bizonyságtételre, én nem nevezem missziónak, a bizonyságtételre nagyobb lehetőség van, mint az elmúlt évtizedekben. Nagyon úgy látom, hogy a világon egy óriási változás megy végbe. Nagyon-nagyon úgy tapasztalom meg, hogy az a nagyon divatos materializmus már kezd nem annyira divatos lenni, és ebben a vitathatatlanul nagyon-nagyon visszás, nagyon-nagyon nehéz helyzetben az emberek nyitnak valaki felé, valami felé, tulajdonképpen nem is tudják, hogy ki vagy mi, de azt érzik, hogy kell legyen egy felsőbb erő, egy felsőbb gondviselés. Gábor, te megtapasztaltad a nehézségeket, megtapasztaltad a betegséget, és talán megtapasztaltad egy időre a kilátástalanságot, ami hál' Isten csak egy ideig tartott. Én, aki egész életemben az egészségnek voltam a mintaképe, sportos, jogtató, meg ilyesmi. Ezelőtt jó két évvel azzal szembesültem, hogy prostatarákom van. Abban a pillanatban, amikor ezzel szembesültem, azzal is szembesültem, hogy a Jóisten a zölébe vett. Mélyebben nem fejtem ezt ki, lehetetlen volt bejutni egy szakorvoshoz. És akkor felhívtam a régi orvosomat, mert rutin vizsgálatokra azért eljártam, Nagykanizsán Flórián főorvost, és mondtam, most nagy a baj. Ha megengedi, elmondanám. Ne mondjon semmit, hónap 9-re legyen itt. Ezt lehet ez így a is, COVID időszakban volt? Ez a COVID időszakban volt, hónap 9-re legyen itt. Ez mi, hogyha nem az Isten gondviselése? Ott megkaptam életem legnagyobb szidását. A főorvostól. És nagyon rövid idő alatt megállapították, hogy prostatarákon van, és nagyon-nagyon súlyos. Az a bizonyos mérce, ami 3 pontig jó, nálam 49 volt. Azzal már tulajdonképpen én pár hónapon belül el kellett volna menjek. 3 hónap múlva 0-1 lett. Mi ez, ha nem az Isten gondviselése? A Jóisten tartson minket érdemesnek arra, hogy a tudomány, köztük az orvosok, ezek valóban az életet szolgálják, és hogy lássák meg sokan benne, hát annak a teremtőnek a kezét, akinek a kezét, hát az életed során te, én azt gondolom, egyre szorosabban fogtad, és úgy gondolom, hogy most azt érzed, hogy hát a tenyeré hordoz téged. Még két mondat feltétlenül kikívánkozik belőlem. Az egyik az, hogy mikor megtudtam, hogy prostatarákos vagyok, egy picit meg nem ijedtem. Semmi pánik. Abban a pillanatban az esetben a tudatomban és a lelkemben, hogy én Isten kezébe vagyok. Én ti veletek vagyok minden napon. És tulajdonképpen én akkor tanultam meg imádkozni. Úgy valóban és igazán. Lehet, hogy ez egy lelkipásztornak szégyen is, de én ezt vallom, vagy vállalom. Én akkor tanultam meg úgy imádkozni, hogy Istenem, te azt ígérted, hogy amit Krisztus nevében kérünk, azt megadod. Tehát én most kérem, hogy engem gyógyíts meg. És nem voltak kitekintések, mellékutak. Kérem, hogy gyógyíts meg. Nekem még dolgom van az életben. A másik pedig, ami nekem erőt adott, hogy Krisztusom, te azt ígérted, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, akkor most legyél velem.